Tegnap reggel tükörbe néztem és hosszan vizsgáltam. A lábam, a hátam, a karom, a vállam is megállapítottam. Néhol hájas, néhol görbe, itt ott gyenge franc a tükörbe. Utáltam magam, hát de borzasztóan valami bennem kell. Csak megvontam hát önmagamtól mindenféle jót. Sonkát, kolbász, kenyeret, tortát és ehhez hasonlót. Nem ettem reggel, nem ettem este, függönyt tettem a gonosz tükörre, de nem volt megoldás. Kellene valami más, valami attraktív, s felettébb intenzív. Vesszen a háj, vesszen, ha muszáj, a sport az, ami megküzd be. Ne légy ma rest, izzadjon a test, öregem, nyom csak is lenyög, hogy fáj. Elkezdtem, minden nap több kilométer szobabicikliztem. Gyúrtam reggel, kocogtam este, és egyre többet néztem tükörbe, bár alig változtam. Elhatároztam, én addig biztos nem nyugszom, amíg nem leszek csupa izom. Öregem,